A vendégek szerezték a találkozó első gólját, és végig előnyben is voltak az első félidőben. Többször is vezetett 4 gól alatt Dunaújváros, de a nagyszünetre már 11-13-as állásnál vonultak le a csapatok. A második félidő elején ismét ellépett a Kohász, aztán elkezdte a felzárkózást a házigazda. 22-22-nél lett egyenlő az állás, sőt Dimitrovics góljával a vezetést is átvette a Kisvárda. A folytatásban azonban már csak a Dunaújváros lőtt gólokat, így hiába volt az utolsó támadás a Várdáé, 1 gólos vendéggyőzelemmel zárult a mérkőzés. Nagyon sajnálom én is, hogy nem nyertünk, hiszen nagyon nagy esélyünk volt arra, hogy ezzel a meccsel akár a 6. helyen végezzünk a bajnokság végén. Ez kellett volna nagyon hozzá, nagyon nehezen kezdtük a meccset. A Dunaújváros az első fél időben, mint kés a vaj, úgy ment át rajtunk sajnos. Aztán másik fél időben megnehezítettük, és talán át is vettük ugye a kezünkbe a mérkőzést. Hát én is sajnálom, hogy az utolsó percben legalább egy X-et nem sikerült összehoznunk. A vendégek edzője szerint a két csapat jól felkészült egymásból, a végjátékból pedig a szerencsésebb csapat jött ki jobban. Úgy gondolom, mind a két oldalon a védekezés dominált. Itt láthatjuk is a kapott gólok számából. Mi erre fókuszáltunk és erre készültünk a védekezésre, illetve a Kisvárdának a beálló játékának a semlegesítésére. Ez én úgy gondolom, hogy sikerült a mérkőzés folyamán végig, az átlövéseket viszont nem tudtuk kivédekezni, kellőképpen nem tudtuk lereagálni. A Dimitrovics nagyon szépen megtalálta azokat a lövősávokat, ahol a sánc mellett el tudta tenni. Ott volt egy periódus, ahol nem tudtunk vele mit kezdeni. És ugye itt a gyors ellentámadásból, hogyha esetleg védett a kapus a második fél időben, pedig nem tudtuk azt a sebességet, azt a gyorsaságot hozni, amit az első fél időben, hogy könnyű gólokat lőjünk. Az NBA tabelláját a Győr vezeti 42 ponttal, megelőzve a szintén 42 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 25 ponttal 7. Kisvárda szombaton a Ferencvároshoz látogat.